A 2023-as esztendő terveit, eseményeit a már szokásos ünnepélyes szezon nyitóval indította a Miskolci Országúti Kerékpáros Klub. Az átalakult egyesület az utánpótlás, az elit és a Masters Senior kategóriával indít versenyzőket, a klub külföldi edzőtábort is tervez, majd március közepén Debrecenben lesz a hazai évindító verseny. A klubvezetés a támogatók és a versenyzők részvételével tartotta meg évnyitó tájékoztatóját az MRCC. Az átalakult klubhoz új tagok is csatlakoztak, és a tervek szerint három kategóriában indítanak versenyzőket az U13 mellett az Elit és a Masters Senior mezőnyben. Főként az Elit kategóriás és az U13-ban szereplő versenyzőinknek szeretnénk nagyobb teret biztosítani arra, hogy minél jobb versenyzési lehetőséget, minél több versenyen tudjanak részt venni, és minél jobb eredményeket tudjanak elérni. Legfőbbképpen úgy, hogy amennyiben lehetséges, hogy inkább a versenykilométereket gyűjtsék, mint az otthoni edzés által kiírt kilométereket. A klub két elit kategóriás versenyzője, Éger Áron és Szarvas Balázs pedig egy remek lehetőséggel indíthatja az esztendőt a stabil hátterének köszönhetően. A két tehetség kaliforniai edzőtáborban vesz majd részt március 16-ától április 4-ig, de a Miskolci Klub az egyre szilárdabb alapoknak növekvő támogatókörnek köszönhetően hosszú távú terveket is kitűzött maga elé. Velük talán meg tudjuk valósítani azt a hosszú távú elképzeléseinket, mi szerint tényleg egy profi csapattá szeretnénk válni, legalábbis egy része. Tehát mindenképpen megtartjuk az amatőr státuszt az amatőr sportolóknak, de szeretnénk azért följebb lépni az úgymond professzionális szintre. A klub március 18-án a debreceni Hajdúkupán kezdi meg szereplését. Ez lesz a hazai évindító verseny, és az elmúlt esztendőhöz hasonlóan ezúttal is lesz majd olaszországi edzőtáborozás is.